Ismét itt vagyunk, ragyogunk, mármint a lányok. A Sportverde stúdióban Konkoly Ági, Takács Rita, én Tordai István vagyok. Egy nagy darab, jókedvű citrom, rengeteg vidám gyerek, no meg a tampája. Mi következik most szerintetek? Csoda Verda? Pontosan. Ne. És mi lehet a nagy darab, jókedvű citrom, vagy vidám citrom? Mindjárt meglátjuk. Egy sárga autó. Tud valamit. A Csoda Verda támogatója az Árkád Ősvezértere bevásárlóközpont. Első ránézésre nem éppen egy visszafogott otthonülő típus, másodikra sem. No, de hogyan is nézzen ki egy Csoda Verda, ha nem úgy, mint egy feltűnő, nagy darab és jókedvű citrom? Az 1.6-os GTC Astra, Szent Gotthárdi motorral, 200 lóerővel. Azt hiszem, erre mondják azt, hogy dögös. Anyu, alhatok Tomiéknál? Nem, kisfiam. De anyu, minden gyerek ott alszik. Igen, de te vagy az osztályfőnökük. Mi van itt? Tábor? Hello, Anikó! Igen, szia! Táborozunk. A miniring táborunk van, ez az első hetünk, és egész nyáron próbáljuk azokat a jópofa közlekedési kis szabályokat megtanulni, vagy begyakorolni, ami egyébként jó, ha a nyári időszakban a gyerekek tudnak, mert hogy sokat ülnek most már biciklire is közlekedni. És hol alszanak, a Box utcában? Otthon alszanak, ez ilyen kis csillagtúra. Jövök, megyek, reggel jövök, este megyek. Több turnusban is táborozunk, de nem csak a Kressz pályán, ahol mi most vagyunk, nem csak itt játszunk és kerékpározunk és autózunk, hanem minden, amit itt a Hungaroringen található, érdekes és izgalmas élmény, azt mind-mind megkeressük és végig is játszunk. Hoztam egy Csoda Verdát, de hát túl sok a gyerek. Hát ahhoz képest, hogy mindenki beleférjen, ahhoz tényleg túl kicsi ez az autó, de gyönyörű, úgyhogy mit szólnál ahhoz, ha mindezt, amit most a napokban tanultunk, játékosan kérdés-felelek játékkal kisorsolnánk, hogy ki legyen az a szerencsés, aki belül a Csoda Verdába. Szóval aki megnyeri a játékot, nem? Mert belebakisztál rendesen. Rendesen? Akkor jó, hol kezdjük, mi volt? Nem kell újra kezdeni, hagylak benneteket játszani. Oké, köszönjük. Megvan a győztesünk Flóra személyében, reméljük, örülsz neki. Nagyon. Elég jó az interjú. Szerintem bejövök még egyszer a képbe. Jó. Megvan a nyertesünk Flóra személyében, reméljük, örülsz neki. Nagyon örülök neki, mert otthon még egy picit át is ismételtem, és akkor reménykedtem, hogy érdez. De ez jó. Te mit szólsz a kocsihoz, tetszik? Nagyon szép a színe, és a sárga szintén nagyon szép. Oda megy! Na menjünk egyet csúszkálni, van kedved? Igen. Izgulsz? Kicsit. Én nagyon. Nem tudok vezetni, nincs jogosítványom. Tényleg? Most mit csinálják? Valamire kormányoznom kéne, vagy neki megyünk ennek itt? Arra. De nem tudok arra, hogy kell. Megijedtél, mi? Itt rá alászedek, és akkor mit csinálunk? Csúszunk. Erre megyünk. És megint megcsúszunk. Hoppá, tehetetlenül nézd. Mi van? Tetszik? Igen. Apukád szokott ilyet csinálni? Nem. Miért? Mondjuk télen szokott a ház előtt falogatni. Igen? Falogatni a ház előtt? Vagánykodik neked? Nem. Hát? Mi szoktuk megkérni. Pontosabban az öcsém, á? Hát lényeg az, hogy így nem szabad csúszni, mert ennek így semmi értelme, látod? Hú, túl gyorsan megyünk. Ebből csúszás lesz. Ott van, tessék, meg is csúsztunk. Egyes, vissza. Hopp, megint meg fogunk csúszni, figyelj. És most gyorsan megyünk. Vidám part, nem? Igen. Most megmutatom neked, hogyan kell ezt jól csinálni. Lényeg az, uralni kell az autót, ne csúszson meg.
hogy ki kell kerülni a bólyákat. Hopp, megvan az egyik. Látod, nem mentünk neki. Hopp, megvan a másik. Nem mentünk neki. Vége a műgyantának, de itt is vigyázni kell, mert azért csúszhat. Egy, kettő, három, és ez is megvan. És viszonylag gyorsak vagyunk. Mondjak néhány szót az autóról, vagy a szót nem érdekel? Nem. Mondok, jó? 7,9 alatt van 100-on. Most értetted, mit mondtam? Nem? Mindegy. 200 lóerős, és olyan 6-7 litert fogyaszt. Ebből mit értettél? Igen? Hát azt értettem, hogy hány lóerős. Mennyi? 10. Flóra nagyon hősiesen vigyorogtál, miközben csúszkáltunk, éppen ezért kapsz ajándékot a Sport TV-től. Van benne sok érdekes cucc. Emellett a Best Buy-t küld neked egy fejhallgatót, nagyon divatos. Magánykodhatsz vele otthon. Nem energiaital, van benne vitamin, nagyon sok. Kocsitok van? Van egy családi autó. No, ezt majd apukádnak add oda, és ő tudni fogja, hogy mit kell vele csinálni, jó? Nano Energizernek hívják egyébként, de nem folytatom, mert szerintem úgysem érdekel. Na, láttam, hogy nagyon élvezted a csúszkálást, úgyhogy ez a tábor neked még különlegesebb volt, ez a mini ring tábor, ugye? Ez emlékezetes lesz, hogy te itt mi mindent csináltál a gyerekekkel. Úgyhogy jó lenne, hogyha minél több gyereknek tudnánk élményt nyújtani, és még szerintem lesz nyár jövőre is. Úgy legyen. Ja, nyár biztos, hogy lesz, igen. Ennyi volt mára a Flóra csodaverde napja. Jó buli volt. Kár, hogy az összes gyereket nem tudtuk megautóztatni. De talán majd legközelebb. A Csodaverda támogatója az Árkád Ősvezértere bevásárlóközpont.